A Krónikák második könyve, 31. rész. Ezékiás gondoskodik a papokról és a lévitákról. Amikor mindezek befejeződtek, egész Izrael, amely ott tartózkodott, kivonult Júda városaiba, és összetörték a szent oszlopokat, kivagdalták a szent fákat, és lerombolták az áldozóhalmokat és oltárokat egész Júdában, Benyáminban, Efraimban és Manasséban. Azután hazatértek Izrael fiai, mindenki a maga birtokára. Ezékiás megállapította a papok és a léviták beosztását, beosztotta őket szolgálatuk rendje szerint. A papokat és a lévitákat beosztotta az égő áldozat és a béke szent szolgálatára, magasztalásra és dicsőítésre az úr helyének a kapuiban. A király jövedelmének egy részét az égő áldozatokra adta, a reggeli és az esti égő áldozatokra a szombatonként, újholdanként és a megszabott ünnepeken bemutatandó égő áldozatokra, ahogyan megvan írva az Úr törvényében. A Jeruzsálemben lakó népnek pedig meghagyta, hogy adják meg a papok és a léviták részét, és ragaszkodjanak az Úr törvényéhez. Amint ennek hírement, Izrael fiai bőségesen hoztak a gabona, must, olaj, méz és minden mezei termény legjavából, és bőségesen meghozták a tizedet is mindenből. A juda városaiban lakó izraeliek és judaiak is hoztak tizedet a marhákból és a juhokból. Az istenüknek, az Úrnak szentel dolgokból is elhozták a szent tizedet, és garmadákba rakták. A harmadik hónapban kezdték el lerakni a garmadákat, és a hetedik hónapban végeztek vele amikor Ezékiás és a vezető emberek odamentek és látták a garmodákat, áldották az urat és az ő népét, Izraelt. Ezékiás rákérdezett a papoknál és a lévitáknál a garmadákra. A cádók házából való azarjá főpap így felelt neki. Amióta elkezdték hordani a felajánlásokat az úrházába, eleget eszünk, sőt még maradt is bőségesen, mert az úr megáldotta népét, úgyhogy megmaradt ez a nagy mennyiség akkor Ezékiás elrendelte, hogy rendezzenek be kamrákat az úrházánál. Be is rendezték azokat, majd behorták becsületesen a felajánlást, a tizedet és a szent adományokat. Ezeknek a felügyelője kónanyjá lett a lévita, helyettese pedig testvére Simi. Jehiél és Azarjá, Nahat és Aszáél, Jerimót és Józábád, Eliél és Jiszmakjá, Mahat és Benájá pedig Kónanyának és testvérének Simének a beosztottai voltak Ezékiás királynak és Azarjának, az Isten háza felügyelőjének a rendelkezése szerint. A Lévita Kóré, Jimnáfia a keleti kapu őre az Istennek adott önkéntes adományokra ügyelt, ő osztotta szét az úrnak felajánlott és igen szent dolgokat. Mellette hűségesen szolgált Eden és Minyámin, Jésua és Semajá, Amarjá és Sekanyá a papok városaiban. Ők végezték az elosztást testvéreik között, beosztásuk szerint, a nagyoknak és a kicsiknek egyaránt, a származási jegyzékbe beírt férfiaknak, három éves kortól fölfelé mindenkinek, aki a számára kijelölt napon belépett az úrházába napi teendői elvégzésére, hogy elvégezze szolgálatát tennivalóinak és beosztásának megfelelően. A papokat családonként írták be a származási jegyzékbe, a lévitákat pedig húsz évestől fölfelé kötelességük és munkabeosztásuk szerint. A származási jegyzékbe be kellett írni egész közösségüket minden családtaggal, az asszonyokkal, a fiúkkal és a leányokkal együtt, mert a Szenténél végzett hűséges szolgálat megszentelte őket. Áron fiainak, a városaikhoz tartozó legelők körzetében lakó papoknak minden városban voltak név szerint kijelölt embereik, akik a papság férfi tagjainak és a származási egyzékbe beírt minden lévitának kiosztották a rájuk eső részt. Ezékiás dicsérete. Így járt el Ezékiás egész Júdában. Azt tette, amit jónak, helyesnek és igaznak lát Istene az Úr minden munkáját, amelyet az Isten háza szolgálatában a törvénynek és a parancsolatnak megfelelően elkezdett, Istenét keresve tiszta szívből végezte, ezért sikerült neki.